Légy aktív, ez volt a mottója a 6. salgótarjáni sportos egészségnapnak, amely egy kengú órával kezdődött. A kengú mellett különböző típusú edzéseken lehetett égetni a kalóriákat a salgótarjáni városi sportcsarnokban. A nagy teremben az aerobik kapta a főszerepet, amelyen országosan elismert edzők mozgatták meg a résztvevőket. Ezt így szakmailag az évek alatt összekovácsoltam, összeraktam ezt a programot, mert úgy gondolom, hogy ez a program, ami egy óra alatt minden szempontból megérinti az emberi testet, fejleszti az általános erőlétet, ugye az erőt fejleszti, az izületi mozgékonyságot, állóképességet fejleszt, és valahogy egy guggoló blokk sem egy ilyen hagyományos módon van összeépítve, hanem picit így megvan kombinálva, picit játékossá van téve. Az egészséges táplálkozással kapcsolatban is adott hasznos tippeket Katus Attila. Ha röviden kéne összefoglalni, akkor nagyobb legyen a pohár, amiből folyadékot teszünk, és kisebb legyen a tányér, amiből ételt teszünk, és próbáljuk meg elosztani napi 5 alkalomra, 5-ször kisebb adagra, tehát sok folyadék, és ha lehet, akkor minden egyes étkezéskor vagy zöldséget, vagy gyümölcsöt fogyasszunk. És hát alapvetően azok a dolgok, amik nem támogatják az egészségünket, abból próbáljuk meg egy picit ritkábban enni és kevesebbet. Simon Simonetta energikus edzését, a Boost tréninget nemrégiben a player.hu online férfi magazin az 5 leghatásosabb mozgásforma közé sorolta. A lényege annyi ennek az egész edzésnek, hogy vannak benne saját testsúlyos elemek, és ezeket ötvözöm ilyen nagyon-nagyon pörgős elemekkel, néha-néha egy-egy ilyen statikus elem, kitartós elem, úgymond fekvő támaszokat tartalmaz, ami szerintem a legeslegjobban formálja a testünket, úgyhogy ezek mindenféleképpen kellenek bele. A salgótarjáni sportos egészségnapon a nagy színpad programja mellett ki lehetett próbálni a jógát, a spinninget és a Walk Energy-t is. A Walk Energy program megszületésének ötletét az edzőtermek leginkább használt eszköze, a futópad adta. A cél egy olyan csoportos edzői irányítással végzett edzésmódszer megalkotása volt, amely széles tömegeket mozgat meg. A sportos egészségnapon az edzéseken kívül különböző egészségügyi szűréseken is részt lehetett venni, valamint látványos Root Fitness bemutató és gasztronómiai kiállítás is szerepelt a programban. A Tarjáni Szabadidősport Klub már 6. alkalommal rendezte meg ezt a sporteseményt, és az évek alatt valamelyest módosult az edzések összetétele. Egy picit szerintem a táncos órákról, a fitnesses órákról elment ebbe a keménye funkcionális edzések felé. Itt most látni lehet, itt mögöttünk van egy funkcionális rész is, ami teljesen el van kerítve, köredzések vannak, saját testsúlyos órák, homokzsákokkal, G-flex kettlebell, ilyen fiús eszközökkel, és több fiú is van most ebben az évben, mint eddig volt. A 6. salgótarjáni sportos egészségnapon ismét megmutatkozott az, hogy a magyarok igenis szeretnek sportolni.